Orvoshugomat innen küldte Szálasi a halálba. Most Rákosi tart itt. Egy a csürhe, a porkoláb is azonos. Se baj, mert megalázni engem így társaságban nem lehet. Pofozhatnak, és én fejemben tovább csinálom a versemet. Faludi György gondolatait idézte fel Póli Róbert a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmában rendezett városi ünnepségen, ahol a diktatúra több százezer magyar áldozatának emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők. A megemlékezés igazi célja, tehát nem csak a múltra való emlékezés. Tisztelet az áldozatoknak, becsület a túlélőknek, de az igazi cél a jövőnk, az új generáció. A megismert, átadott múlt, annak hibáira való rámutás adhat olyan erkölcsi tartást a fiataloknak, hogy ne lehessenek, ne legyenek kiszolgálói vagy bábjai semmilyen elnyomó rendszernek. Így viselhetik fel, és érthetik meg, hogy a cél nem szentesítheti az eszközt, nem lehet jó egyetlen cél sem, amihez embertelen és erkölcstelen út vezet. Török Ferenc emlékező beszéde után a rendszer áldozatainak tiszteletére a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait és mécseseit az 56-os emlékkőnél.